Udarzöríteni azért jó, mert barátságosabb lesz tőle az udvarunk, mentálisan is szerintem jobb érzést kelt. Egy jó közösségépítő tevékenység lehet, hogy megismerkedjünk a szomszédainkkal, és közösen szépítessük az udvarunkat, illetve szerintem egy ilyen jó hobbi is kertészkedni, és ezzel időt tölteni az évnek akár minden részében. Mikor nekiállunk az udvar tervezésének, akkor fontos az, hogy megbeszéljük a szomszédainkkal, hogy ki mit szeret a jelenlegi udvarban, mekkora részét szánjuk mondjuk zöld felületnek és burkolatnak, ahol közlekedünk, vagy hol van az, ahol szívesen leülünk, találkozunk, kirakunk pár kerti bútort. Milyen a benapozottsága, hol éri napfény, mennyire sötét. Ez nagyon fontos a növényválasztásnál. Szeretnénk-e mondjuk zöldségeket, gyümölcsöket ültetni, mekkora százalékban szeretnénk, hogy díszkert legyen az udvar egy része. Most itt vagyunk egy ilyen tipikus józsefvárosi bérházban. Látszik, hogy viszonylag szűk az udvar és magas az épület, és emiatt nem sok napfény éri a belső udvart, de látszik, hogy mégis lehet itt is zöldíteni, mert vannak olyan növényfajok, amik jól bírják az árnyékot is, és szívesen megélnek itt. Hogyha az udvar nagy része burkolt, és burkoltani szeretnénk hagyni, de szeretnénk zöldíteni, akkor jó ötlet ilyen nagyobb cserepeket használni, és abba ültetni növényeket. Hogyha ebből sok van, az is tud adni egy ilyen intenzív zöld hatást. Érdemesebb évelőket, vagy kisebb cseréket, bokros szerű növényeket ültetni. Balkonledekben is ültetettünk növényeket, azzal is zöldítetjük az udvar. Ültetettünk vele akár fűszernövényeket, évelőket, kisebb cserjéket, vagy ültetetünk akár zöldségeket. Az ilyen napos gangokon például szuperül megél a paradicsom, a paprika, az ilyen kisebb helyigényű zöldségnövények, akár ilyen csüngő, kúszó vagy futó növényeket, amiből így lefele is tud futni a növény, vagy akár az ilyen oszlopokra fel tud futni, és ki is lehet akár feszíteni két gang közé damilokat, amire fel tud kúszni egy-egy növény. Itt is vannak például olyan zöld felületek, és itt látszik, hogy valaki úgy döntött, hogy ennek a gondját viseli, ő például körbe is kerítette, ezt nem feltétlenül muszáj, és elültetett bele növényeket. Itt például vannak elültetve futónövények, cserjék, fák is, hagymás növények, évelők. Ezeket lehet vegyesen variálni, attól függően is például, hogy melyik mikor virágzik, és azzal lehet egy ilyen folyamatos, változatos képet adni a kertünknek. Hogyha az udvarunkban van kerítés, azt is befuttathatjuk növényel, mint például itt is van. Ez tavasszal szép zöld, és az egész kerítésre ráomlik. Érdemes vertikális zöldítésben is gondolkodni, hogyha van az udvar területén egy nagyobb felületű fal vagy tűzfal, alkalmas arra, hogy be legyen futtatva növénnyel. Hogyha van szabad földterület a lábazatnál, akkor érdemesebb elültetni a növényeket a földbe, mert úgy nagyobb hely van a gyökereiknek. Ha erre nincs lehetőség, akkor pedig érdemes nagyobb ültetőládákat vagy cserepeket használni és abba ültetni el a futónövényt, ami fel tud kapaszkodni a falra. Amennyiben ez egy bevakolt fal és nincsen úgymond támszerkezet a falon, abban az esetben javasolt például borostyánt vagy vadszülőt futtatni fel, és hogyha jó állapotban van a fal, akkor nem is okoznak ebben kárt. Azzal is zöldítettünk egy udvart, meg spórolhatunk a költségeken is, hogyha összegyűjtjük a csapadékvizet. Hogyha az udvarban például van RS csatorna, akkor át lehet esetleg úgy alakítani a végét, hogy ne a csatornába folyjon be az esővíz, hanem összegyűjtsük egy hordóban, mint például itt is.
és később fel lehet használni locsolásra. Ha az udvar területén van földterület, és nincs az egész teljesen leburkolva, akkor lehetőség van arra is, hogy komposztláda legyen kialakítva, amiben a lakók gyűjtetik a különböző akár kerti zöld hulladékot, vagy konyhai zöld hulladékot. Mielőtt nekiállunk a tervezésnek, az is fontos, hogy megvizsgáljuk olyan szempontból is az udvart, hogy milyen minőségű a talaj, mert ha mondjuk nagyon építési törmelékes, akkor valószínűleg erre egy nagyobb összeget kell szenni, hogy termőfölddel borítsuk az udvar területét, hogy lehessen beleültetni növényeket, és azok jól is érezzék magukat. Most is rózsa, ott végig tulipánok vannak. Bár a néni, aki gondozta, meghalt. Olyan nagyra megnőttek a fák, a kertészek abba segítettek, mert ugye a fákat, a fenyőfákat mind ők adták ott hátul, ami van, de úgy, ami meg a füvezés, azt is mi csináltuk. Ez is ugye ez a fűzefa, ez megint orgonafa, akkor ez egy nagyon szép rózsafa, ez egész végig nyílik. Ez egy fedelfa, hát azt nem tudom, hogy most, de lehet, hogy ez csak egy ilyen ecetfa lehet. Ezeket szőlőt bújtattam, szőlővesszőt. Ha valakinek az udvara alapból már ilyen kert jellegű, ahol van föld, de mondjuk növények nincsenek ültetve, és olyan nagy hely van, mint akár itt, akkor lehet ültetni fákat is, akár gyümölcsfákat is, mint például itt is van eperfa, hogy a hölgy mesélte, meg lehet ültetni cserjéket, évelőket, hagymásokat, például tulipánt, ami tavasz elején virágzik, és ki lehet alakítani ilyen kisebb utacskákat, vagy leülős részeket, akár veteményest kialakítani, vagy megbeszélni egymás között, hogy ki melyik részét gondozza a kertnek, szeretne esetleg saját kiskertet, ahova ő dönti el, hogy mit ültet. A Fővárosi Önkormányzat kiadott egy udvarzöldítési kisokost pár éve. Ezt mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el, aki udvarzöldítésre szeretné adni fejét. Útmutatást ad a tervezéshez is, a költségekhez is, hogy mi mennyibe kerül nagyságrendileg, mekkora fenntartásra jár, illetve növénylistákat is lehet benne találni, ami úgy azt szerint kategorizálja a növényeket, hogy mennyire napos az adott udvar, milyen fajokat érdemes ültetni, amik jól érzik magukat abban az adott környezetben.